Akkoriban meg volt mindenem. Kérdezzék is, milyen érinthetetlennek lenni. Inkább azt kérdezték volna, hogy mi lesz, ha ennek vége lesz. Jó példával járt elől, amikor beköpte a mafiózó haverjait. Már nem Brooklynban vagyunk. Ez a patkányuk nem is állhatna távol a Brooklyntól. Elegem van már a tanúvédelemből. Ez Franciaország. Illeszkedjenek be. Unom, hogy folyton új otthont kell keresnem maguknak. És ugyanaz maradt a nevünk? Nem, most a légcsalád vagyunk. Jelenteni való. Gyerekek, iskola. A gyerekek mindig jobban alkalmazkodnak. Totál dilis vagy. Köszönöm. Most beszéljünk a panaszokról, amelyeket kaptam. Panaszok? Korrupció, lopás, vesztegetés. Hívják az ügyvédemet. Du beurre de cacahuète. Magyaróvaj. Jobbra a kutyakája mellett. Merci. Ülj a mesdekán. Milyen napotok volt? Ugye tudja, mi lesz, ha ezek megtalálják? A maga dolga, hogy ezt megakadályozza. Ne lehetetlenítse el a munkámat. Itt kell lennék valahol. Ez egy tisztogató akció, ki kell vinni a családot. Meggyónom, hogy évek óta nem gyóntam már. Idén ősszel a maga családja a megtestesült gonosz. Mit nyavajogtok már? A maffia. Add a mobilod, nem fogsz boldogulni. Emberére akad. Eltűntek a gyerekeim. Maga őrült. Tudom. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Milyen volt az első nap? Semmi különös. Vérmesék. Miért ölted meg a szerelőt? Nem öltem meg. Kórházba vittem. És ki javítja meg a cseveket? És ki építi fel a szupermarketet, ami az érkezésünk napján leégett? Ha?